Ezek a lövések jelezték a Tolna megyei önkormányzat által létrehozott Vára megye program idei kezdetét. A Tolna megyei értéktárbizottság kezdeményezésére életre hívott találkozó célja a helyi értékek bemutatása, Tolna megye hagyományainak megismertetése, a helyi értékek szerepének felelősítése volt. Alapvető célunk a Vára megye akció beindításakor az volt, hogy próbáljuk összehozni a Tolna megyei településeket mérettől, fajtától, elhelyezkedéstől függetlenül. Legyen egy olyan közös programunk, ami a megyéhez is kapcsolódik, valamint minden egyes településhez. Óriási lelkesedéssel indult neki a települések zöme ennek a feladatnak, és most már bőven 60% fölött vagyunk, akik a megye települései közül részt vesznek ebbe a programsorozatba, mozgalomba, együttműködésbe, bárhogyan is nevezzük. Ez egy nagyon jó dolog, nagyon-nagyon fontos, hiszen emberi értékeket, társadalmi értékeket és természeti értékeket egyaránt megpróbálunk megőrizni. Az idei esztendőben a Kaposmenti kistérség több települése is elhozta ide mindazt, amit önmaga számára is különleges becsben tart. Ma is vannak már olyan húzó településeink, akik gondolatban előttünk állnak a térség előtt, és ezeket a településeket kell jó mintának felmutatni a járás mind a 16 településén. Ma 3-4 ilyen településről tudok csak egyelőre beszélni, de azt gondolom, hogy ezek az értékek az összes többinél megvannak, csak nem kerültek még a felszínre. Nyilván nagyon örülök, hogy ma itt lehetek, és az a három település, Gyulai, Kapospula, illetve Kurd itt van a helyszínen, és járok a települések között, és ennyi mosolyog embert én már rég láttam. Nyilván ez azt gondolom, hogy ez hozzájátszik az a történet is, amely megteremtette ezt, hogy Tolna megyében ebből hagyomány lett. Nyilván idén 3 településen volt itt a dombavári járás, de én bízom benne, hogy jövőre ennél sokkal többen leszünk, és még egy gondolatnak szeretnék hangot adni, legjobban talán annak örülnék, hogy a Tolna járás lehetne a házigazdája, hiszen mi erre már várunk régóta, és lehet, hogy 2020 erre megteremti a lehetőséget. A legszínesebb standdal a kurdiak mutatkoztak be. Müller János polgármester azt mondta, az, hogy 5-5 vannak jelen, mutatja, hogy számukra különleges jelentősége van a bemutatkozás lehetőségének. Nagyon jó találkozni olyan településekkel, akik próbálják őrizni a hagyományaikat, és megtesznek mindent azért, hogy ezt megmutassák másoknak is. A mai rohanó világban azt gondolom, hogy elég nehéz olyan embereket találni, akik erre komolyabb energiát tudnak fordítani. Minden esetre próbálkozunk vele. Van a településünkön, a plébánián egy kis faluház. Berendeztünk két hosszú évek alatt, ez már körülbelül olyan 15 éve, a falu apraja nagyja padlásokról megmentett különböző értékeket, ezekben a szobákban állítottuk ki. Mindig gyarapszik valamivel. Reméljük, hogy egyszer eljutunk odáig, hogy ezt is majd értéktárral nyilvánítjuk. Hát lényegében már most is az, még nem tettük ezt hivatalossá a településen. A Kaposmenti kistérség tehát kihívás előtt áll az értékmentés területén. Egyrészt erősíteni kívánja az értéktári mozgalmat a településeken, másrészt, ahogy hallottuk, arra készül, hogy a következő Vára megye értéknapot valamelyik térségi település rendezhesse.